Polgári csoport 7. alkalommal rendezte meg Óbecsén a tavaszi virágpiacot. Milyennyire más így Osztoić, a szervezet elnökének elmondása szerint idén igyekeztek kibővíteni a kínálatot, és a virágárusok mellett számos más kiállító is részt vett a rendezvényen. Így például a himalájai sólámpáktól kezdve számos újdonságot és érdekességet láthattak, vásárolhattak a látogatók. A kiállítók közül többen már évek óta részt vesznek a virágpiacon, de sokan most jöttek először. Idén a legkisebbekre is gondoltak a szervezők, és a nyíltéri óvoda keretén belül számos szórakoztató programmal várták őket. Virágot készítünk, illetve vázákat készítünk, papírragasztással, illetve tempera festéssel, különféle technikákkal. Azután lehet itt a légvárba ugrálni, és majd lesz olyan is, hogy karaoke, táncokat szervezünk, és tehát mindent, amit át tudsz képzelni, az itt a mi standunkon van. A virágpiac elsődleges célja a tavasz köszöntése. A háromnapos rendezvény során mintegy 150 standot állítottak fel, ahol a dísznövények, virágok és facsemeték mellett kertészeti eszközök és kézműves termékek széles kínálatával várták a vásárlókat.